Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Csongrádról, ahol a város önkormányzata, valamint a szőlőtermelők és borászok egy fórumot rendeztek, Tisztességes bort a magyarok poharába címmel. Én azt gondolom, hogy úgy kellene csinálnom, hogy most tennék a kérdéseket, és akkor vagy képviselő úr, vagy Tamás, vagy aki tud rá választani, adjon rá választ, de úgy lenne, és ez nyilván fogja, hogy úgy ne menjünk el innen, hogy ne tudjuk a kérdésekre választani. Teljesen egyetértek az itt elhangzottakkal és aleírtakkal, és maximálisan támogatom. Egy másik aspektusból próbálnám ezt megközelíteni, ezt, mint az értékesítési oldalról. Komolyan mondom, fejet hajtok előttetek ezzel a munkával, amit itt végeztek a szőlőért, mert ha ti egy jó pár, amit nem csinálnátok ezt, Csongrádon már borászatról nem ide lehetne szó. Megpróbálom én is egyébként a csongrádi borokat értékesíteni, egy külön polcon vannak a csongrádi borok, és én inkább azt mondom, nem akarom a homokba dugni a fejemet, és őszintén beszélni erről, hogy a Csongrád lakosságát nézzük, ugye az értékesítési oldalát feszegetem. Csongrádnak a lakossága előlegedett, tehát itt részben nyugdíjasok, minimál béren élő emberek, közmunkások 50 ezer forintos jövedelem körül rendelkeznek. Na most ezek, amit itt elhangzottak, ezek a dolgok, nyilvánvalóan szívesen meginnák ezeket a borokat, de képtelenek ezt megfizetni, ők abból az olasz borból csak az alkoholt tudják megfizetni. Sajnos. Ez nagyon nagy probléma, és azt hiszem, hogy ott kellene ezt az egész dolgot feszegetni. Tehát én azt mondom, hogy a belső piac és a csongrádi piac, hogyha föl kell mérni, egy marketing munkát kell végezni, nyilvánvaló, hogy itt ezek a borok, ezek nagyon jók. Nem is drágák ezek, de mégse tudják az emberek ezt a bort megfizetni. Szóval itt ez a legnagyobb probléma. A dotációs részét egyébként én ott látom, hogy hogy lehet az, hogy 130 forint körül jön ki egy liter bornak az előállítási ára, ezzel szemben az olaszok behozzák 60-70 forintért. Hogy hol hibázik ez az egész dolog, tudom, hogy feljavítják, annyira nem vagyok tájékozatlan ebben a dologban, de nem lehetne azt megcsinálni, hogy ezeket a szőlős gazdákat, nyilvánvaló, hogy az Ungerbauer se vesz szórakozásból műtrágyát, permetlét, hogy azokat vinni, szorítanánk lejjebb azokat állami dotáció révén, hogy valahogy az állam ezt dotálja, hogy ne 130 forintba jöjjön egy literból, mert így biztos, hogy ezek a borok bejönnek, szabad kereskedelem van, nem vagyunk az Unióban, kiszorítani nem tudjuk. Azt, hogy most találtak 5 millió liter hamisított bort, hát az egy dolog, az előfordult a magyar borászatban is egyébként, villánban az évborászának egyébként több 100 hektoliter borát találtak hamisítványnak, nem olyan régen, szóval ez előfordult. Tehát nem erről kéne beszélni, hanem arról kellene beszélni, hogy hogy lehetne ezt megőrizni, és hogy a szőlőhegy ne úgy nézzen ki, ne úgy nézzen ki a szőlőhegy, hogy ez kinéz. Én komolyan én is szégyellem magam, amikor bejön egy vendég, és csongrádi bort kér, nem azért, mert itt a veled is Feri, vagy a másikkal is olyan problémám lenne, hanem a csongrádi borpince közel van, telefon, elszaladok, hogy legyen csongrádi borban. Jönnek külföldiek, vidékiek, ne akarják kóstolni, látni akarják, én ezt árulom, de ebből megélni nem tudok. Ti is azt akarjátok egyébként, ne akartok tisztességesen élni, nagyon nagy munkával. Na most itt a vendéglátás is egyébként, az is a bányász béka feneke alatt van, és bele kényszerülünk ebbe a dologba, hogy olasz bort is áruljunk be, azt tudja megfizetni. Tehát én hiába akarok egyébként tudományoskodni, hogy ez milyen jó, és a gyökerek milyen aromákat hoztak fel. Mondom, itt az a lényeg ennek az egész dolognak, hogy abból a borból csak az alkohol tudják megfizetni. Ugyanúgy egyébként, ha veszel őszi barackot, a spanyol, mondta az a ruhát egyébként, hogy az külföldi, én ma vettem marhalábszárhúst, az belga, az őszi barack egyébként spanyol, szóval ez nem csak borászati probléma, hanem itt valamit a mezőgazdasággal kellene csinálni, és mindig már több éve hallom egyébként, hogy egy kitörési pont a mezőgazdaság, hogy embereket kellene bevonni. Hát hol van ez a kitörési pont, amikor elárasztjuk itt egyébként külföldi árakat. Én nem értem egyébként, hogy miért találok én a Lidlibe például, azon biztos, hogy gondolkoztatok, és az még veszteségesebb, hogy például csemmege szőlő, miért veszek én olasz csemmege szőlőt?
Vagy miért eszek én érte kopasz barackot, vagy spanyol kopasz barackot? Hát nem igaz, hogy bokrosról, vagy szagymazról a szállítási költség érte nem kisebb. Vagy ha nézem a munkabéreket, miért nem vagytok versenyképesek? 10 euró, 8-10 euró egy óra munkabérként. Azt a számolod, a 3000 forint legyen, 3000 forint. Magyarországon 5-600 forint. Tehát munkabérben versenyképesek vagyunk. Hol a hiba? Ezt kellene keresni, hogy hol a hiba. Ma az nem lehet, hogy a dinnye veszteséges, a tejnél 30 liter fizet rá a gazda literenként, szóval valami itt nagyon el van szúrva. Örülök egyébként, hogy itt van az országgyűlési képviselő, és nem itt négy fal közt marad ez az egész, hanem tovább viszünk. Mert ha én egyszerű ember rálátok erre, akkor gondolom, hogy ő még jobban rálát erre, és elkövet mindent abba, hogy ez ne így legyen. Én szeretnék úgy kimenni egyébként a szőlő, a szőlőben, mint ahogy régen is kimentem, hogy végülis öröm volt kint lenni. Hát most parlagfű van végig, elhanyagolt, nyilvánvalóan, mert veszteséget nem akart elmenni senki, és azt a tudást, amit ti tudtok, azt nem is nagyon tudjátok átadni. Jó, van egy generáció, aki átveszi, de nincs kinek. Mert nyilvánvalóan szerelemből, szeretetből nem megy ki senki egyébként kapálni, meg permetezni. Szóval itt látom a legnagyobb problémát, és nem csak a szőlészetben egyébként. Örülök, hogy ezt így fölhozzátok, meg hangot adtok neki, meg a sajtokban ezt végig követem, hogy nyilatkozik a Gyuri, vagy te is, és vászélességgel kiálltok mellette, de hát ez kevés. És én nagyon jól tudom, mert én a boraimnak talán 1%-a, én földvállalom, olaszból is van nála. De ez azért van nála, hogy ne csukjam be, ne zárjam be. Mert három alkalmazott van, annak a közterhelyén, meg egyéb dolog, tudom, hogy ti sokkal több ember foglalkoztattak, meg foglalkoztatnátok még többet. Nekem is ki kell azt termelni. És erre bele vagyok kényszerítve, hogy legyen, mert azt mondja, ott annyiba kerül egy fröccs, akkor oda megyek, akkor én becsukhatom a kapot. Szóval én itt vagyok megfogva, és én egy oldalon vagyok veletek, és én szeretném értek, minél rágább volt szeretnék eladni, meg minél jobb minőségetek. Hát a családom névén úgy Franciaországban, Ausztráliában is voltak. 15 dollár alatt nincs bor. Ennyibe kell, 15 dollár alatt nincs üveges bor. Ennek ennyi az ára, de meg tudja fizetni. Vagy étteremben például egy ilyen apróság, hogy a zéró tolerancia az alkohol fogyasztása. Hát ez is egyébként elősegíti azt, hogy én egy ebéd után egy minőségi bor, a barátaimmal leülök, hogy ne tudjak megélni. Hát itt azért a törvényekkel, ti szembesültök egyébként én is ezzel az egész dologgal, a jövedéki törvényel, szóval itt bajok vannak. És jó beszélni egyébként, nem a jó beszélni, sajnos erről kell beszélni, és erről beszélni kellene. Ezt az oldalát kellene feszegetni inkább itt, hogy hogy lehet az, hogy munkaerőben versenyképesek vagyunk, árban már nem, hogy hol a hit. Köszönöm szépen, ennyit akartam csak mondani. Ön, amit elmondott, mint jól értett kereskedőként, ugye, ha jól értettem, hogy kereskedőként. Ugye, ebben sok igazság van, és amikor a okokat keressük, és ön felvetett egy olyan dolgot, hogy miért nem a kormányzat támogatást ad a műtrágyába erre, arra, amarra, én azért ezzel kapcsolatban nekem vannak gondolataim, mégpedig az, hogy és mint én is, mint termelő, ha nem is teljes mértékben már hivatalosan, de mégis mint termelő gazdaság, ugyanezzel szembesülök, és meg kell oldanom mindent, vagy meg kell oldanom mindent annak érdekében, hogy hatékonyan, jövedelmezően tudjon termelni az adott termelő vagy gazdálkodó. Az, hogy az állam majd bizonyos költségeket fog nekem csökkenteni, ezt most szeretném mindenkinek mondani, mindegy, hogy milyen kormányzat van, ez illúzió. Ez illúzió. Ez a világ nem jön vissza, ami volt a 60-as, 70-es, meg 80-as évek közepén. Mert az szocialista tervgazdálkodás volt, most pedig piacgazdálkodás van. Tehát ezt ne téveszünk, és ezt ne is követeljük, mert az gyakorlatilag eleve az Európai Uniós gazdaságpolitikának, szabályoknak messze-messze ellentmond, mert kettős támogatásnak minősül, és ilyen gyakorlatilag nincs.
Nehogy azt gondolja valaki, hogy én nagyon odáig vagyok az Európai Unióért, ha bár én is kampányoltam érte, de nem ezért az Európai Unióért, hanem azért, amikor még azt hittük, amikor még abban az illúzióban éltünk, hogy nekünk abból sokkal több és sokkal jobb lehetőségek fognak származni. Tehát azért csak erre akartam igazán reagálni, hogy hát ezt ne várjuk, meg kell keresni, és önnek ebben teljesen igaza van. Meg kell keresni, hogy valóban, ha a munkabéreink nekünk a ötöde, majdnem az Európai Unióban alkalmazott dolgozóknak a munkabéréhez képest, akkor hol vannak azok a tartalékaink, hol vannak azok a veszteségeink, amit sajnos be kell, hogy nyerjük. Ön hivatkozott előbb a tejre, én ebben jobban érdekelt vagyok most a tejben, mint a borban. Ha bár tejet nem fogyasztok, bort viszont igen, szóval itt van a kettőség, azt termeljük, ezt meg fogyasszuk, na mindegy, lényegtelen. Tehát én csak abból indulok ki, hogy ott gyakorlatilag ugye vannak olyan fix, állandó, stabil költségek, de ez ugyanígy van a szőlőnél is, meggyőződésem, nem sok különbség van, csak egyiket ennek hívják, meg más a technológia, amikkel nem tud az ember mit kezdeni, input anyagok költsége hasonló. De most akkor én megkérdezem öntől, hogy van az, hogy vannak olyan termelők, szőlőtermelők, vagy lehet, hogy rosszul fogalmazom, borászatok, mert, de nem biztos, hogy rosszul fogalmaztam én, mert ugye van, aki csak szőlőtermel, meg van, aki fel is dolgoz, meg van olyan, aki csak borászkodik. Ha én ezt jól ismerem, ezt a világot, azt hiszem ez így van, ugye, hogy mégis azért, akik olyan pincészeteket, olyan föld alatti labirintusokat fogalmazok így, építenek és állítanak elő olyan új feldolgozó üzemeket, ott azért valami jövedelemből az csak megkerül. Az valahonnan csak előjön, hogy azt meg tudja csinálni. Előbb itt a tévések miatt elnézést önöktől kihívtak és ott elmondtam a gondolataimat. Szóval itt Csongorádon, ezt már elmondtam korábban is, bátorságot szeretnék kérni mindenkitől, aki még ezzel a történettel foglalkozik, és egy kicsit nagyobb hitet a jövőben. Szóval most itt elkövetkezik egy olyan pár év a magyar mezőgazdaság számára, ami soha az életben vissza nem fog térni. Aki most nem fog élni ezekkel a vidékfejlesztési, agrár, kertészeti és egyéb pályázati lehetőségekkel, az tovább ne gondolkodjon hosszú távon a magyar mezőgazdaság területén. Mert a 2020 utáni agrár szabályozás olyan bizonytalan, nem mondom azt, hogy nem lesz támogatás, de olyan bizonytalan, amelyre nem szabad építeni. Éppen ezért ez egy óriási kihívás előtt vagyunk, és most már benne vagyunk, ugye a ciklusban, és a vidékfejlesztési programok, amik elindultak, illetve most indulgatnak, inkább így fogalmazom, ezekkel élni kell. És én el szoktam mondani, ugyanolyan eretnekül hangzik az én számból is, mint sok mindenki máséból, szóval meggyőződésem, hogy összefogás nélkül tudnám esélni. Meggyőződésem. Azok, akik már egy kicsit úgy, most nem akarok neveket mondani, úgy megcombosodtak, meg már úgy kiugranak a fészedből, mert már verik a szárnyukat, azok már nem igénylik az összefogást. És azok úgy gondolják, hogy meg is tudnak maradni. Valószínű, hogy lehet, hogy meg is tudnak maradni. De azok a termelők, és nem bántani akarok senkit, inkább azért fogalmazok így, hogy hogyha szidnak utána, hagy szidjanak, nem zavar engem, de szeretném őszintén mondani önöknek, hogy ez csak akkor fog sikerülni, hogyha ezeket a korábbi világot elfelejtik, és valóban azért a cél, hogy azt mondjuk, hogy most legyen csongorádi borászat, legyen csongorádi bor, legyen egy olyan fogalom, egy olyan márka, egy olyan erős márka, amivel valóban a térségben meg lehet maradni, ezt Ungerbauer Gyuri lehet, hogy a borával eléri, de, vagy esetleg Gulyás Feri, de nagyon keveset tudja. Nagyon keveset. Anélkül, hogy össze ne fogjanak. Ebben ezt én nagyon jól tudom, hogy az a szó, hogy szövetkezés, az egy eretnek fogalom a Magyarország. Örültünk, hogy megszabadultunk ettől, de attól eltekintve a szövetkezés az Európa legfejlettebb ereje, a legnagyobb ereje. Akkor, amikor Hollandiában majdnem mondtam, vagy Dániában majdnem mondhatnám, hogy egy tejszövetkezet van és uralja Európát. Azért erősek, azért vagyunk mi gyengék.
Mert ma a termelői kör, tejre vonatkoztatva mondom, 30%-a körülbelül a Magyarországon előállított tejnek az van szövetkezeti formában. Többi az mind szanaszéjjel. Ha ez nem, nem 30, hanem a 60, akkor most azt tudnám mondani, hogy nem fizetünk rá 28 forintot minden liter tejért, lehet, hogy csak kettőt. Azt meg a fene tudja a többi ágazattal, majd kigazdálkodom, de nem tudom. Mert gyengék vagyunk. Igaz, hogy most privátként mondom, benne vagyunk egy ilyen együttműködésbe az alföldi tejbe, de mégis kevés, kevesen vagyunk benne. Ezt én gyakorlatból mondom önöknek. És ezt higgyék el, mert nem lesz más különben. Iszogatunk meg majd, megint nem azt szeretnék visszatérni arra a guggolós boros világra, hogy ugye tudják ezt, önök tudják a legjobb, hogy el, hogy az ember inkább ablak alatt legugolva, hogy meg ne kínálják. Hát ezt nem szabad, ennek vége van. Olyat kell termelni, hogy igenis én kiteszem, gyere barátom, igyál, kóstold meg, fogyasszad. És az el fogja mondani. Az árakkal kapcsolatban önnek igaza van. Abban is, hogy ebben a térségben sajnos igen nyomott a hogy mondjam, a, egy az, hogy a munkaerő, ugyanakkor azok a gazdaságfejlesztések nem indultak be a korábbi években vagy évtizedben, mint ami más ország, más fejlettebb területén volt, de ennek teljesen más oka van. Most, hogyha ez az év is tovább növeli a veszteségeket, akkor komolyan megkérdőjeleződik az, hogy a jelen struktúra mellett szabad-e tovább a szőlőtermesztéssel foglalkozni, vagy pedig tovább kell lépni. De ez a célja a Szőlőtermelők Érdekvédelmi Szövetségnek, ami kiskörösen megalakult. Itt a, láttam, hogy talán most már mindenkinek kezében van az a levél, amit ez a szövetségi megbeszélés követően a szövetség képviselői aláírásukkal eljuttattak a miniszterrel, aki hivatal vezető miniszterhez, és mellette még másolati példányban megküldték mindazoknak, akik ebben a témában hozzá tudnak tenni. Lényeg az, hogy nagyon sürgős és határozott kormányzati fellépést követel a társaság, kér a társaság azért, hogy az anomália, ami kialakult, az megszűnjen. Az olasz bor, ugye érdekes ez a felvetés, gyakorlatilag az olasz bor az az eszköz, ami megversenyezteti a honi szőlőtermelőt az olaszszal, és miután manipulált az olasz termék, gyakorlatilag az a dömpingár, ami ott kialakult, egy olyan szituációt teremt a beszerzési piacon a jelen borászatainknál, ami következtében könnyen veszteségessé lehetetlen helyzet válhat a szőlőtermelő, és lehetetlen helyzet alakul ki. Én támogatom a képviselő úrnak azt a véleményét, amit mondott, és az elnök úrnak is az előadásában elhangzott. Én is azt gondolom, hogy kooperáció és integráció nélkül nem megy. Kooperációra van szükség a termelés szintjén, és integrációra van szükség minden szinten, akár horizontálisan nézzük, akár vertikálisan, és csak hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor tudunk előrelépni, mert a jelen struktúrák, a sajnos az kifele vezet, az nem fölfele vezet, nem a fejlődést, hanem a leépülés szolgálja, ezt a struktúrát át kell törni, ezt két út van, ugye az egyik az járhatatlan, a másik út pedig ez a kooperáció és integráció, és ezt meg tudjuk valósítani, akkor le tudjuk azt az agonizációt, ami ma jellemzi az ágazatot, le tudjuk állítani, ha nem tudjuk megvalósítani, akkor szembe kell nézni azzal, hogy nyilván azok, akik helyben vannak, azok majd fognak tudni boldogulni, de az a 11 ezer szőlőtermelő, aki arra vár a újságban, hogy ősszel megvegyék a szőlőjét, egyre kilátástalan helyzetbe fog kerülni. Nagyjából ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen. Próbáljuk onnan megközelíteni, hogy valóban mit lehetne tenni annak érdekében, hogy itt Csongrádon a szőlőtermesztés egyáltalán fennmaradjon, megmaradjon. Vannak rövidtávú, középtávú, hosszútávú elképzelések. Hosszútávú elképzelésben valószínűleg, hogy nincs más megoldás, mint amit elhangzott, hogy valamilyen szövetkezési formát ki kell alakítani, tehát össze kell fognunk, együtt kell majd a szőlőtermesztés, illetve a borászat szempontjából gondolkodnunk és cselekednünk. Már csak azért is, mert itt az előttem szóval elmondta, hogy a nincsből nagyon nehéz pályázni is, és nagyon nehéz fölépíteni bármit is, tehát hogyha nagyon le van már amortizálódva a szőlőtermesztés. Ugyanakkor én egy nagyon rövid távú, és mégis valami megoldást gondolom, hogy lehetne azzal is elérni, hogyha csinálnánk mondjuk egy
egy szőlőtermesztői kvótát. Ha azt mondanánk, hogy vannak azok a 2-3 hektáros szőlőtermesztők, és most jelen pillanatban azért a szabályzás nem igazán teszi azt lehetővé, hogy a közvetlen környezetét kiszolgálja. Tehát magyarul a helyi piacot, a környezetében lévő piacot kiszolgálja. Mert most azért a jövedéki törvény egy kicsit bekorlátozza. Tehát én azt gondolom, hogy ha itt a hegyközség elnöke Ungerbar György is említette, hogy vannak olyanok, akik másodállásként, kiegészítő tevékenységként próbálnák a szőlőtermesztést végezni, ezek nem szeretnének mondjuk egy olyan rendszerbe bekerülni, ahol minden nap könyvelni kell, minden zárjegyet, mindent rendesen kell forgalmazni. Tudom, hogy ez most úgy tűnik, hogy mintha kapna egy réteg valami kibújás lehetőséget. Nem. Sőt, még én azt gondolom, hogy adózna is. Volt egy időszak, nem sokáig tartott, amikor kijött a pénzügyőr, készletfelmérést végzett, és megállapította, hogy ennél a termelőnél ennyi mennyiségű bor van, ezután akkor meg kell fizetni ennyi meg ennyi borforgalmi adót. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nincs is semmi gond. És utána egy év múlva megint fölmérte, hogy mennyit forgalmazott, mennyit adott el. Onnantól kezdve a saját kis környezetét úgy szolgálta ki, ahogy éppen akarta, ha akarta, 5 literesbe, 1 literesbe, vagy amilyet éppen az ismerőse odavitt és abba árulta. Hát én azt gondolom, hogy pillanatnyilag a csongrádi szőlőtermelők, mivel nagyon sok a kis birtokkal rendelkező, talán ez is egy segítség lenne, illetve még az is elképzelhető, hogy ezzel elindulhatna egy olyan folyamat, hogy újra bekerülne a borászatba, egy kicsit megkóstolná ezt a munkát, és talán jobban tudna fejlődni. A másik, ami nagyon lényeges, hogy legalább valami picike kis olyan lehetőséget kapna, hogy a szőlőtermesztés, azt tudjuk, hogy mint ahogy itt elhangzott, hogy inkább ráfizetés, mint haszon. De legalább egy kis hozzáadott értéket tudna magának képezni azzal, hogyha ő közvetlenül a fogyasztónak tudná odaadni. Ezen nem tudom, hogy lehetne egy rövid távon, és ez nem biztos, hogy nagy munka volna, egy egyszerű szabályozás, ami én azt gondolom, hogy mint ahogy volt is ennek ellenőrzési rendszer, az könnyen ki lehetne alakítani. Köszönöm szépen. Egyértelműen abba az irányba kellene menni, hogy összefogás. Ebben kapcsolatban klasztert indítottunk volna el, a szándéknyilatkozatot 6-8 személy aláírta, támogatókat kerestünk, ment a Verkli, és amikor az volt, na most már tegyük papírra, legyen véglegesítve, akkor mindenki kihátrált belőle, mert azt mondták, hogy ilyen szabályozó rendszer mellett képtelenség beszállni ilyen dolgokba. Márpedig én szerintem is csak valamilyen módon szerződéses rendszert kell kialakítani az ágazatba. Itt nem tudom, hogy milyen módon lehetne azt megoldani. Több helyen felvetettük, írásba többfelé el lett juttatva, hogy a nagyobb borászatoknál, meg a kisebb borászatoknál is, ha nem a saját szőlőjét dolgozza fel, hanem fölvásárlásból, akkor igenis a támogatásokat úgy kapják meg a földolgozók, ha szerződéses rendszerrel rendelkeznek, legalább arra a mennyiségre, amilyen kapacitást kap állami támogatással. Én szerintem ezt minden további nélkül nagyon gyorsan be lehetne vezetni. A szerződéses rendszerrel kapcsolatban a nagyok csak éppen nem anyáztak le. Márpedig hosszú távon ebbe az irányba kellene mozdulni, mert nincs más kiút. Még egy apróság, a kamaránál, az agrárkamaránál jelenleg szétszették a szőlőtermesztés és a borászatot. A szőlősöket áttették a kertészethez. Véleményem szerint ahhoz, hogy érdemben lehessen védeni érdekeket, ahhoz a teljes vertikumot egy osztályba kellene tenni. A kifogás az volt, hogy túl nagy volt a létszám. Az azt jelenti, hogy azon az osztályon belül 65-70%-a csak szőlőtermelő volt. Ezért egy alosztálynak az alosztálya lett. Én szerintem nem így kellene hozzáállni. Ebbe nagyon szeretném, hogyha a megjelentek tudnának segíteni. Mert sajnos kamarán belül ez elég nyögvenyelősen megy, amit lehetett, én ebbe elindítottam, de
visszajelzés még nincs. Köszönöm. Piskundorozsmáról jöttem, az újvári pincészet megvalósítója vagyok. 80-ban alakítottuk a pincét egy holt földdel, és amikor a jogszabályok megengedték, akkor most per pillanat 7 hektáron gazdálkodunk. 15 éve járok jegybe 3 hektár földdel, amit megvettem, telepítés alatt telepíteni szeretnék, és most derült ki, hogy pontarányokat kell figyelembe venni, kvótát kell venni. Eddig én ezt úgy oldottam meg, hogy szépen gyökeres veszővel elmentem Patkertre, a Móralom térségébe, és a 7 hektárt szépen betelepítettem. De most ez megváltozott. Gyakorlatilag 80-ban kérdeztem az idős szomszédokat, akik akkor olyan idősek voltak, mint én, 76-80 évesek, hogy itt mit termeltek. Azt mondták, mindig szöllő volt, gyümölcsös volt. Ha 150 évre visszamenőleg az volt, most se tudunk. Ezek 6-7 aranykoronás földek. Gyakorlatilag mást nem lehet beletenni. Ezeknek a pontaránya 195 volt. Utána jártam, és a kecskeméti telepen az igazgató úr a saját hatáskörébe ezt felemelte 210 pontra. Igen ám, de kvótát ez alatt nem nagyon lehet venni. A hegyközségek megkövetelik a törvényt. Én megkérdeztem a hegybírónkat, hogy mi van akkor, hogyha én helybe gyökeresztetett veszőt csinálok. Azt mondta, hogy az lesz, hogy kiszedetem, és még meg is büntetlek. Na most én nekem az a véleményem, hogy egy hatóságnak, hogyha egyik oldalról megkövetelek mindent, akkor én a feltételeket is biztosítsam. Tehát én most örülök, hogy az elnök úr itt van, én személy szerint megkérem, kérem a segítségét is, hogy adjon nekem normális áron kvótát. Gyakorlatilag én összetelefonáltam, akiket tudtam, meg a pap Feri, akinek megadta a telefonszámot. Volt olyan ember, akinek azt mondta, hogy van 1000 hektár kvótám, de maga olyan kicsi, hogy szóba se állok magával. Egyébként, ha szóba állnák magával, 500 000 forintért adnák 1 hektár kvótát. Könyörgöm, én összerakosgattam a pénzemet, abból vettem 500 000 forint egy hektárját a földnek, ez 1,5 millió forint, meg a járulék, meg ez az amaz, ott van 2 millió forint. Honnan a francból vegyek én még ugyanennyi pénzt, hogy megvegyem a kvótát? Tehát a kérésem konkrétan az, hogy ha egyik oldalról megköveteljük a kőkemény jogszabályok betartását, akkor segítsük azt, hogy a baráti köröm azt mondta, hogy vizsgáltassam meg magam, menjek-e orvoshoz, hogyha még 76 évesen van annyi bátorságom, hogy telepíteni akarok. A fiam, aki most 47 éves, átvenni a gazdaságot. Én itt ezek egy ember tudok, a Tóth Pistát, akinek a fia már átvette, vagy most van folyamatban. Én örülök neki, és mások mondták, hogy örüljek neki, hogy van egy ember, aki még fiatal ember létére próbálja el. Én itt Csongrádra, amikor egy borversenyre eljövök, egy-két fiatal embert látok még, akikre fölnézek, hogy na, ezek azok, akik majd viszik tovább. Ez volna az egyetlen egy olyan kérésem, hogy kérem, hogyha egyik oldalról, most harmadszor mondom, megkövetelik a jogszabályokat, akkor emberi áron, vagy elfogadható áron adjanak kvótát is. Ez volt az egyik. Nekünk saját bortpalackozónk van, és a Duszus Imre meghívott évekkel ezelőtt, hogy a kunsági borvidék egy ilyen egyesületet hozott létre, ahol a különböző pince látogatásokra meghívnának, de én úgy vagyok vele, hogy addig, amíg nincsen női meg férfi mosdó, hát addig ebben nem lehet belemenni. Kérem, 5 év leforgása alatt nem tudtam az építési hatóságnál elérni, hogy adjanak most már akkor a 10 hektár területre egy 10 négyzetméter bővítési lehetőséget. A jogszabályok ugyanis kimondják, hogy az a terület, ahol az épület van, annak meg kell lenni a 10 000 négyzetméternek. Nálam ez 9200 négyzetméter, 800 négyzetméter hiányzik, de a terület az egy tömbben van, csak a düllőutak válasszák el egymást. Nincs olyan lehetőség, nincs olyan kiskapu, gyakorlatilag, hogy ezt a 10 hektár területet egy helybe. Kaptam olyan ajánlatot, hogy a férfi mosdót tegyem ki 150 méterre. Most kérdem én itt az urakat,
hogy ki az, aki kimegy pisilni 150 métert mondjuk egy 10 fokos hidegben. Hát kérem, benn megy ki minden. Na, ez a rész. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, annyit kellene csak tenni, hogy egy olyan módosítást csinálj, hogy ha már egy birtokközpontot akar az illető kialakítani, és egy tömbbe van neki 10 hektár, akkor töröljük már el, mert a városhoz tartozik a Düllőút, a Düllőútak közötti terület meg a saját tulajdonom. Minden fórumon harmadik témakérben elmondtam, Gulyás Ferivel sokszor meg is beszéltük, hogy jön a szüret. Munkásoknak a bejelentése. Ott vagyunk kint a szőlősor végén, én személy szerint alkalmatlan vagyok annak a technikának a kezelésére, hogy azt a 8-10 embert ott hirtelen, amikor be kell a munkát indítani, akkor na, gyerünk, telefonálgassunk. Minden fórumon elmondom, hogy fizessünk, én ezt ajánlottam föl, fizetünk minden évben hektáronként X összeget. Azért, hogy én azzal dolgoztassak, akivel én akarok, mert lehet, hogy csak délután kell hozzáfogni, vagy csak délig dolgozunk. Számtalan szó volt, hogy hozzáfogtunk, 9 órakor, 10 órakor abba hagytuk a munkát, mert éppen szemelkét az eső, vagy 12 órakor olyan meleg volt, hogy abba kellett a munkát hagyni, de a pénz az ugye már akkor nem lehetett lemondani. Egyszerűen nem kellene adminisztrátor, bemegy az ember a mit tudom, X helyre, hatósághoz kifizeti azt a hektáronként 5-10 ezer forintot, és akkor nem lenne örökké stresszbe. Hát egy 76 éves ember, aki még mindig azt hiszi 2015-ben, hogy becsületes munkával meg lehet élni, az tényleg elmegyógyintézetbe kell zárni. És ezek közé tartozok én sajnos magam is, hogy még mindig elhiszem, hogy ebben az országban becsületes munkából meg lehet élni. Itt a gazemberöké a jövő. Elnézést kérek, hogy de nem tudok mást mondani, mint az, hogy nem éri meg becsületesen dolgozni. Bocsássanak meg el kemény szavaké. Köszönöm szépen. Arról van szó, már évek óta, én egyszer már elmondtam Pesten is, akkor én nem tudom miféle fajta egylet volt, ahova összehívtak bennünket, ott volt a Fidesz képviselő is, ott cserétünk névjegykártyát, minden lófüle, hogy tényleg fizessünk általányt. Ez a nagy probléma, amit elmondta, és még nem mondtál mindent hozzá. Ugyanis arról van szó, hogy ha éppen nem azt a fajtát akarom születeni, de már délre végeztünk, akkor még ezt le kell darálni, ami nem tudom, mit kell vele csinálni, még elkőszállítani, nincsen edényem, délbe mehetnek hazafele. Bejelentettem előtte, nem tudom hány nap, egy-két nappal, a lényeg az, hogy a következő nap nem ugyanazok jöttek. Kezdhetem újra az egészet. Olyan tortúra, és akkor gyönyörű szépen egyszer csak azt vettem észre, hogy Szőz Suzuki-val ott is állnak a hátam mögött, és akkor sehova tovább, tessék mindenki adja idefele a jogos, nem tudom, a személyigazolvány, de fene tudja mit, én meg adjam azokat az igazolásokat, amivel be vannak jelentve. Szerencsétlen Rász Pista bácsi, nagyon kedves jó barátom, azt mondja, én megyek hozzád, mert nem megbolondulok itthon. Ő üt a traktoron, ő nem volt bejelentve, mert nem is fizettem neki egy vasat sem. Csak egyszer elmentek ezek az emberek onnan, és kiabálok Pista bácsinak, hogy hol vagy. És ez a Pista bácsi nem végig a szőlősoron, mert akkor meglátták volna, köröszi ugrált a szőlősoron, mint mikor a Tisza mellett visszhangzott, hogy elmentek már. Na szóval akkor, amikor egész évben dolgozik az ember, és csinálja, és tisztessége becsülette, akkor ez olyan óriási rizikó, én nem tudom mennyi fizettetnek, hál' Istennek engem nem, akkor Pista bácsi az elszaladt, a többi meg be volt jelentve, de lehetne ezt egyszerűbben csinálni, nem tudom, hogy többek között úgyis, hogy általán fizetnénk, és a hegybíró úr igazolná, vagy az adóhatóság, vagy az őrök tudja ki igazolná, hogy már pedig hektáronként be van fizetve, ez úgyis le kell születően ennyit, azt mondták, hogy tényleg fizessünk 10 ezer forintot, vagy 5-öt, vagy akármennyit, és akkor ennyi mondom. Tamáskám, arra kérnek, légy szíves, hogy röviden, és válaszoljon a kérdésre. Igyekszem minden kérdésre válaszolni, amire tudok. Az első kérdés az az volt, hogy mi lesz az 50 ezer hektoliter lefoglalt bornak a sorsa. Azt gondolom, mert nem tudom, azt gondolom, hogyha ezt minősítették, és az
hamisnak minősül, és azért ezt szeretném jelezni, és erre figyeljenek majd oda, hogy annak minősül az a bor is, amit nem a termék leírásnak megfelelően állítottak elő, hogy ez augusztus 1-től a jogszabály módosításba ez is bekerült, tehát szíveskedjenek erre különös figyelemmel lenni. Hogyha ez nem felel meg, akkor azt gondolom, ezt meg kell semmisíteni, és a megsemmisítéssel kapcsolatos költségek is a tulajdonos fogják terhelni, hogyha egyébként ez nem így van, és ez nem igazolódik be, akkor pedig tudjuk, hogy mi a sorsa. Ugye, ami a kereskedő, kocsmáros szerepét illeti, amikor arra próbáltam utalni, hogy üljünk le egymással, akkor azt nem akként kell megtenni, hogy egyes szereplők üljenek le más szereplőkkel, tehát egy kocsmáros egy borásszal, hanem együttesen üljenek le, mert én azt gondolom, hogy bármennyire is olcsóbb a távolról és bizonytalan helyről érkező bor, az egyáltalán nem biztos, hogy annak ténylegesen helye van a piacon. Azt szeretném saját borászati példámból mondani, hogy én úgy döntöttem, hogy megpróbálkozunk. És én elkezdtem egy-két kocsmárosnak bort szállítani, megmondtam nekik, hogy annyiért fogjuk adni, mint amennyiért ők valahonnét, másonnét be tudnak szerezni. Egy idő után úgy gondoltam, hogy a kísérletnek már elég volt, és elkezdtük emelni az árakat, nem tudtak megszabadulni tőlünk. Mert a saját vendégköre az nem engedte meg, hogy azt, amit egyébként, amit korábban megnyugvással megivott, hogy azt adják oda neki ezek után a borok után. Ha más eszköz nem megy, akkor próbálkozzanak meg valami hasonlóval. Balaton felvidék, és hát borzalmas állapotok. Elhanyagolt szőlőültetvények, és ez nem csak azért baj, mert azon nem terem semmi, vagy az nem megélhetésként szolgál valakinek, hanem az kockáztatja azoknak az életét, meg a jövőjét is, akik egyébként a közelében szeretnének szőlőt művelni. Ugye a mostani jogszabály módosítás ezen egy picikét segít, majd igyekszünk ezt jól alkalmazni. Baj van a mezőgazdasággal, igen, sok baj van, ugyanúgy más ágazatokban is nagy brendek hiányoznak, amelyekkel meg lehet jelenni a piacon, amit ugye értékesíteni tudunk. Hogy csak a kicsit teljes példáról is kitérjek, hogy a Magyarországon a teljes élelmiszer kereskedelem az ilyen 2200 milliárd forint körüli. A legnagyobb német tejfeldolgozónak az árbevétele az 3 milliárd euró, tehát az ilyen 1000 milliárdot közelítő tétel. Tehát majdnem fele egy cégnek. És ugye kérdezem én azt, hogy az a cég az milyen módon tud együttműködni a partnereivel, melyek azok a tradíciók, amelyek őket életben tartják, bennünket pedig elpusztítanak. Nagyjából azonos körülmények között, mert amikor megnéztük, hogy a szőlőbor ágazatba jutó támogatás, ugye itt ez jól elhatárolható, mert nemzeti boríték van, és aztán kiderült, hogy nem igaz az, hogy az osztrák a sokkal több támogatáshoz jutna hozzá, mint a magyar termelő. Keresztes József, minden szavával egyet tudok érteni. Azt gondolom, hogy semmiféle kommentár nem igényel. A kunsági borvidék egyébként tavaly az első között volt termés átlagban. És nagyon komolyan fejlődött, ez részben egyébként a Biancának köszönhető, és azért ott most fordulnak még termőre olyan telepítések, amelyek hogy az elmúlt években kerültek be, tehát úgy nyilván kérdés, hogy mi az, ami csongrádi borvidék leépül, le fog épülni, hogyha egyébként nem próbálunk valamit tenni, és az a helyzet, hogy eztnek az elsődleges szerepét, ezt más nem fogja átvenni önöktől. Tehát azt tudom mondani, hogy mi, amit tudunk, igyekszünk megtenni. És ez nem valamiféle szólam, vagy azért, hogy mondjak valamit, hanem ezt ténylegesen állítom, hogy minden olyan dolgot, ami az önök végrehajtható javaslata, azt mi támogatni fogjuk, és ha kell, akkor mi magunk is megyünk és kopogtatunk a különböző kormányzati szervek asztalán. Ugye egyszerűen amiatt, mert
A rendszer az úgy alakult ki, hogy az Agrármarketing Centrum az beolvadt a Magyar Turizmus ZRT-be, a Magyar Turizmus ZRT meg a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, a vidékfejlesztési források elosztása az a miniszterelnökséghez tartozik, a külképviseletek, a kereskedelmi attaség azok pedig ugye a külgazdasági és külügyminisztériumhoz, ezért a HNT ezzel a négy minisztériummal, az FM-mel kiegészítve kötött egy megállapodást, hogy minden szőlőbor ágazatot érintő szabályozásban közreműködnek és támogatnak bennünket ezek a minisztériumok. Talakult, három havonta ülünk le ezeknek a minisztériumnak a második legmagasabb vezetőjével, és egyébként pedig a különböző területeken munkabizottságokat hoztunk létre. Most éppen a marketing az, ami célpiacok kijelölésével, eszközökkel, stb. Foglalkozik, de ezek hosszú távú célok, ezeket holnap után ennek az eredményét nem, vagy csak korlátozottan fogjuk tudni értékelni. A kvóta, illetve az adminisztráció, ugye gyakorlatilag a tervezett változtatása a jövedéki törvénynek az 1000 hektoliter nél kisebb értékesítést lebonyolító borászatokat ki fogja emelni a jövedéki törvény kötelezettsége alól. Azért ez nem kis mennyiség, tehát azt gondolom, hogy ez így rendben van. Ugye ez az, ami egy komoly segítség, és ezt úgy teszi, hogy a megelőző év, három év átlagában, hogyha ez kevesebb volt, mint 1000, akkor ez a státusza megmarad az adott borászatnak, de szeretném mondani, ez nem jelenti azt, hogy az adminisztrációtól teljes egészében mentesülnek, a NAV-nak a vámos részével nem fognak találkozni. És annyi még, hogy ugye itt egyéb szabályok is változtak, ugye a pincekönyv hitelesítés ugye a hegybíróhoz kerül, ugye nem a vámhatóság fogja ezt végezni. Az adminisztráció az most aláírás előtt van a fazekas miniszter úr előtt, hogy az ISBIR-nek elkeresztelt 6 évvel ezelőtt bevezetni tervezett rendszernek a fejlesztését azt a HNT kapja meg. Ez a rendszer azt teszi lehetővé, hogy azokat az adatszolgáltatásokat, amelyet a termelőnek egy adott adatról különböző időpontokban és ráadásul másféle mértékegységekben kell a különböző hatóságoknak megadni, ezt a rendszer fogja elvégezni, de hát a termelőnek csak a HNT rendszerébe kell belépnie. Az adminisztrációt szeretnénk azzal is csökkenteni, hogy olyan szolgáltatást kívánunk nyújtani, ami ezt az adminisztrációt elvégzi, és hogy a rendszerben, amikor belépett a termelő, akkor ne csak betegyen adatokat, hanem az őróla nyilvántartott összes adatot is láthassa, és akkor tudja, hogy mi az, amit róla nyilvántartanak. Ugye Kispál Sándor, hogy mennyiért veszik meg a szőlőt az osztrákoknál Champagne-ban, azt hozzáteszem, hogy a kötelező megvétele a szőlőnek az a szövetkezeti tagra vonatkozik. Tehát a tag nem is adhatja el máshova, meg is veszik tőle, de ez a saját tulajdonában lévő cég. És az, hogy a támogatásokat szerződéshez kellene kötni, én ezt tudom támogatni, hogyha azt nézzük meg, hogy valaki létrehoz valamilyen szőlőfeldolgozó kapacitást, vagy borászati kapacitást, az azt gondolom, hogy célszerű lenne látni, hogy annak az alapanyag ellátása az milyen módon történik meg. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes képviselhető javaslat. A kamarászat ezt nem nagyon értettem, a kamara a Nemzeti Agrárgazdaság kamaráról van szó, hogy a hegykőségi tagnak nem kötelező Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagnak lenni, hogyha egyébként más tevékenységet nem folytat. Tehát akkor ez a hegykőségi tagsága az elégséges ebben. Ugye az is egy fontos dolog, hogy nagy háborúkat, csatákat vívtunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a kettős tagdíj elkerülésére, azért azt nem kell mondanom, hogy ez nem volt sikertelen. Újvári Mihály, de jól mondom. Igen. Újvári Mihály, hát a szívemből beszél, tökéletesen
egyetértek azzal, hogy ez egy irdatlan nagy problémának látom, hogy a gazdaság átadás az milyen módon fog történni, ez nem csak a szőlőbor ágazatban, mert egyszerűen ennek nincsenek kialakult rutinjai, mert Magyarországon a múltban ez nem ekként ment végbe, nincsenek bejáratott mechanizmusok, nincsenek automatizmusok, nincsenek olyan banki szolgáltatások, mint ugye én Hollandiát ezt jól ismerem, mint ott, ahol sok tekintetben egyébként teljesen integrált, olyan mértékű integrált egyes ágazatok, hogy például az uborka termelőknek egy szervezete van, meghatározzák, hogy mennyi uborkát fognak termelni, és a piacra nem kerül több uborka, mint amennyit ők elhatároztak.